dologra lennék kíváncsi. Több minden van, de három alapvető dolog van. Verszakok vannak benne, nagyon jó, köszönöm. Mitől vers a vers, egyáltalán vannak-e rím nélküli költemények? Erről Kis Ottó költő beszélt nyíregyházi általános iskolásoknak a Móricz Zsigmond könyvtárban. A József Attila díjas alkotó az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok apropóján látogatott Nyíregyházára. A költő a kortárs gyermekirodalomban a szabad vers műfajának egyik úttörője. Legismertebb alkotása a Csillagszedő Márió, amely 2003-ban évkönyvedíjat nyert, az elmúlt években pedig a hazai gyermekköltészet egyik klasszikusává vált. Én ezt a szabadverses gyerekvers írást képviselem elsősorban, van nekem is között formájú gyerekvers kötetem is, nem csak gyerekverseim, de alapvetően ezt a szabadverses vonalat írom, több könyv is van, és hát teszünk egy ilyen összehasonlítást, hogy mi a különbség, mik a jellemzők, a kötött formájú verse, mik a jellemzők, a szabad verse, mert annak is vannak azért szabályai, és ez, hát van rá igény is, hogy úgy mondjam, még nem is csak a gyerekek részéről, hanem akár még a pedagógusok részéről is, mert nem régóta van ez Magyarországon, ez mondjuk egy 20 éve, hát a 80-as évek elején már volt, az Ágai Ágnesnek volt egy kötete, meg előtte a svéd költők antológiája, magyarra fordítva, ugye, de igazából a 2000-es évek elején kezdődött ennek a felfutása. A foglalkozás az első író-olvasó találkozó volt az idei ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok nyíregyházi program sorozatában. Csütörtökön kötetbemutatókkal folytatódott az esemény, további programokra pedig június 17-e hétfőig látogathatnak az irodalomkedvelők. Színes programokkal várjuk az érdeklődőket, a képregény kedvelőket, a képregénytárunkba, Várai Artúr grafikus művész anyagával várjuk, de Béres Tamásnak a legújabb kötetét is bemutatjuk, Bécakó Andrea nyírbátori írónő is a vendégünk lesz, és Vári Fábián László Kossuth díjas költő legújabb kötetét is bemutatjuk. Majd szombaton hagyományosan a helyi regionális lapokat, lapszámokat mutatjuk be, így a Szabolcs-Szatmár-Beregi szemlét, a Parcium folyóiratot, a Vörösposta-Kocsi folyóiratot, valamint a Szabolcsi Szépírókör is bemutatkozik Kovács Judit író vezetésével. Ingyenes beiratkozással, amnestiával, garázsvásárral várjuk az érdeklődőket, és ha jó idő van, akkor a legkisebbeket népi fajátékokkal a könyvtár előtti téren. Az ünnepi könyvhét a legrangosabb könyves hagyomány, a kortárs magyar irodalom, a könyvek, az olvasók és a könyvkiadók ünnepe. Az egyedülálló kulturális rendezvénysorozatot Supka Géza kezdeményezésére 1929. májusában rendezték meg először. 2001-től a könyvhéthez a gyermekkönyvnapok programjai is kapcsolódnak.